Üdvözlök mindenkit! Ez itt a My Career végigjátszásunknak az Enalata K-adik része, amiben a main eventen, a főeseményen, az utolsó tévés felvételen, az NXT Takeover előtt Zack Ryderrel kell megint meccselnem, ahelyett, hogy Finn Balort valamilyen módon. Oké. Nem tekertem odébb. Oké, nem mondtam semmit. Oké. Zack Ryder tényleg? Hagyjuk már ezt. Ez... Count out-tal vertem meg. Nem volt elég definitív ez a finish? Hát minden esetre, mivel ezért kapjuk a fizetést, és ezért tudunk kenyeret venni a boltban, hogy mi fellépünk ezen szánalmas emberek előtt. Egy egyszerűen szánalmas városban és egy rossz arénában. Ezért ki kell mennünk Zack Ryder ellen. Eskü. Eskü, mindjárt kimegyek promózni, azt elmondom. Ó, ide nem lehet, nem. Kimegyek promózni, azt elmondom, hogy Zack Rydertől már a hány inger kerülget, de esküszöm, nézzetek már ezt az öntelt bajgúnárt. Tudjátok mit? Zack Ryder kiállt ellenem? Még egyszer? Visszavágod, kér? Van egy rossz hírem. You just made the list, you stupid idiot! Itt van az igazi sztár, akiért az emberek jönnek. Nem holni Zack Ryderért. Ne, hagyjuk már. Most kicsit kiesve a kayfabe-ből, szerintem én vagyok az internet legjobb híje. Na, na, mit hoztál újat? Egy héttel ezelőtt nem nagyon ment neked a birkó. Picsába. Olyan jó híleset mondok néha, de ez a köcsög meg pont akkor. Na, na, itt van Andreg. Ez az, ez talán az. És letesszük. Bum! Ott van a könyökös a tarkóra. És egy. Nem igaz, hogy még egy videóban sem tudtam leadni a Phoenix Splash-t. Még fújolnak a nézők. Mit fújoltok? Oda megyek. Oda megyek. Mi az, hogy fújoltok? Én vagyok a legjobb. Köcsög Ryder, hát amikor nem ránézek, hátba támad? Hátba támad? Amikor nem nézek oda? Tényleg? Ezt tudod, Ryder. Ugyanolyan szánalmas vagy, mint azok az emberek, akik fújolnak. Hány ingert kapok az ilyenektől? DDT to your ass. És Phoenix. Oké. 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 Igazából nem fontos. Beírjátok YouTube-ra, hogy Phoenix Splash, biztos kiad pár jó találatot, tehát nem muszáj, hogy benne legyen bármelyik videómban is. Nem. Egyszerűen nem. Boom Makowski. Nem csak azért is. Jó, eltudott a River szája, figyeljetek. Hogyha a visszatöltése előtt... Hurricane Reina. Úgy. Haha, mocsak, tudod milyen most? Tudod milyen most? Phoenix Splash. És amiért háromszor is reverszáltad, tudod mi történt? Felírtalak még egyszer a listára. 2x. Te. Motyog. Hogy merészeled. Felmegyünk egy jó kis... Jó, tudod mi? Hagyom ma. Nem megyek fel. Megtiltom magamnak, mint... Matt Hardy, Jeff Hardynak, hogy leugorjon onnan. Viszont levesszük a ring sarokáról a kis védőpárnát. Dír, beledobjuk, hagyfájjon a háta. Ezt is levesszük. Kicsit hardcore-ossá tesszük a pályát, a ringet. Mert úgy érzem, hogy jelenlegi körülmények között nem tudok elég hangot adni nézeteimnek, miszerint ki nem állhatom már Rydert, és elegem van belőle, hiszen már egyszer megvertem, minek kell még egyszer. Kirúg a ringen kívülre, igen? Így? Így? Megint kezded? Elmúlt héten, amikor itt voltunk a main event, és aztán el mi történt? Na mi történt? Emlékezzetek vissza!
Az történt, hogy kiszámolták. Megint ki akarsz számolódva lenni? Fú, de hülyén hangzott ez. Megint ki akarod magad számoltatni? És még élteti a közönség ezt a... Fú, inkább nem is mondom. Oké. Ott az első sorban a kommentátorok meg úgy értem, hogy ott a sárga pólós gött éjjelezte. You just made the list! Fuck! 7-nél jár, te buzi, megint ki akarsz maradni? Ha! Mi? Ez mindig csak ki akar menni. Jó, menjünk kintre, ha így akarod. Gyere, gyere! Gyere, gyere! 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 Ki ide tud a Ryder, gyerek? Oké, hang on. Már nagyobb a momentumja, mint nekem. És még felmegy oda. Hú, de szánalmas vagy, gyerek. Nem megbeszéltük, hogy ezen a meccsen nem megyünk oda fel? Hihetetlen. Hihetetlen. Hogy ilyen embereket alkalmaz a WWE. Ha! You peg it, calf kick to your ass. Úgy. Úgy is van. És... Kék halál. Azt kérlek, hogy WrestleMania. Ja nem, let's go Ryder. Fú, az elején nagyon WrestleMania-s meg tűnt, pedig nem hasonlít előleg. Gyere be! Gyere be! Hé, a bíró is ellenem van! Tudod, mi történik ilyenkor? You've just made the list, you stupid idiot! Bíró... Kettes típusú. Gyere, gyere. Hát ez nem jött össze a butterfly suplex. Azért, mert mindig lesz, aki jobb nálad, és ez szerintem jobb, ha megjegyzed. Ó, nézd, mit találtam. Jaj, már nem ezt akartam. Annak ellenére szeretem a triangle kicket, csak nem ezt akartam most. Most valószínűleg mindjárt tauntolok egyet. Addig a bírót számom... Mondom a bírót... Oké, mindegy. A bírót akartam számon kérni. Mi volt ez? Mi volt ez, hogy lefog? Lefogja a legfényesebben csillogó superstart of all in WWE. Gyere vissza. Na, azt hiszem most már sikerülni fog. Jó, nem. Nem. Basszus, ellenem fordított a saját fegyveremet. És most még egyszer. Kér. Nem lesz meg. Esélyed sincs. Egy előtt kirúgok. Az előző meccsen ugyanez volt, de nem jegyzi meg. Nem jegyzi meg, mert egy stupid idiot, Zack Ryder. Már kétszer is rajta van a listán, de még van egy kis hely, úgy látom, csak neki. Azért is. Azért is. De. Reversal party, clap, 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 clap. Reversal party, clap, 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 clap. Úgy. DDT. Igen, és felnyílt, busted, wide open, vérzik a feje. És ilyenkor nem az következik, hogy kesztyűs kézzel bánunk, mert már vérzik. Ilyenkor jön a lényeg. Az, hogy alatta, fölötte, és... Jó, most ugye tudom, csak simán fejbe rúgjuk. Az ollórúgással, amit pelékikként is ismerhettek. Felnyílt a fejbőre, egyszerűen vérzik. Mindjárt megmutatom nektek. Mosolyó kamerába. Te mocsok. Köszönj a nézőknek. Codebreaker out of nowhere. Jézus Mária, mennyi vér folyt itt ki. Úristen. Úristen. Új, de undorító, mennyi vér. De még itt nincs vége. Ez... Annak semmi értelme, hogyha csak simán pinfall és vége. Szenvednie kell azért, mert rosszat tett. Következményei vannak a tetteinek. Gyere, gyere ki, gyere ki, gyere ki. Miért mindig ezt csinálja a helyet, hogy megfogná?
Ah, mindegy, nem kell mindent értenem ebben a játékban. Állj fel. Mi? Igen? Most meg vissza akar menni. Kajakra nem bírja eldönteni még ő sem, hogy mit akar csinálni szerintem. Legalábbis én úgy látom. Jaj, nézd már. Mit akarsz? Mit akarsz? Inkább mennél el egy törölközőért, vagy egy vizes rongyért letörölni arról a mocskos pofádról a véredet. Ez szégyen vagy. Szégyen. És egy... nem teszem be a neve ennek a mozdulatnak. Jó, mindegy. Na, mi van Ryder? Nem megy? Nem megy a mai nap? Jó van, akkor gyere. Elviszek sétálni. Gyere, kutyus. Elviszek sétálni. Úgy. És... amint azt mondtam, pár új dolgot is vásároltam. És a vérző... a fej bőre szétszakadt Rydernek. Ráugrunk. Vége. Vége. Deleted. Delete. 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 Kész. This is awesome-ot meg ne csenteljetek. Azt hiszitek, hogy attól jobbak lesznek? Hoho, úgy láttam, hogy ott az a harmadik sor, negyedik széken az a pali azt csentelt, hogy this is awesome. You've just made the list. Harmadik sor. Figyelek. Vissza fogsz jönni még ezután? Hogy így széttrancsíroztalak? Ezután még vissza akarsz jönni piros HP-val, vérző fejjel, és már a melkasa is tiszta véres? Jó van, jól van. Én nekem mindegy, én ráérek. Van viszonylag nagy tárhely a YouTube-on, viszonylag nagy tárhely a gépemen is, a facecam is még megy, szóval... bármikor. Ráérek. Bármikor. Akkor meg... ja, hogy neked finishered van. Ja, értem, és hogy leadod. Oké. Okay. És azt hiszed, hogy ahogyha pinálsz, attól jobb leszel? Egy után kirúgok az ilyen bullshitekből. Inkább törölnéd meg a fejedet, mert... eskü felfordul a gyomorom tőled. De miért van comeback-je egy finisher után? Ezt nem értem, ezt kivehetnék belőle amúgy. Ezt mint játékhibát mondom, mert ez bullshit. Sosincs comeback-et finisher után. Legalábbis szerintem. A valóságban. De miért dobál bele a... ezébe, fémbe? Ez az én dolgom. Ez nem az övé. Ez olyan, mintha azt mondaná Seth Rollins Kevin Owensnek, hogy redesign, rebuild, replace. Mikor az Kevin Owensnek a kis mondókája. És nézd meg, és azt hiszi, hogy ezzel ér valamit, hogy ő belém rúg egyet. Azt rope break, gyerekek. Azért, hogy meglátta a bíró, nem látja meg. Székkel ütöm. Ryder, töröld már meg a fejedet, mert ez nagyon durva. Gyere. Gyere, gyere, gyere. Mi? Hát én nyomtam a signature-t, Pali. Pali, hát nyomtam a signature-t. Jaj, ez... és egy kicsit gáz, oké. Okay. De miért csak felállok akkor? Úgy, nagyon jó, ügyes. Oké. Okay. Pihenünk egy kicsit. Megtauntoljuk. Zack Ryder-t. Úgy is van. Na, mi van Ryder? Nem megy? Gyere. Codebreaker! Dear! Out of nowhere, mondjuk azt azért nem mondanám. De az, hogy ezzel megvan ez a meccs, az biztos. 2-3. Ding ding ding! Hát... viszonylag jó meccs volt szerintem. Csak Ryder felbosszantott. Amikor elkezd vérezni, akkor menne ki legalább és adná fel a meccset, és nem küzd tovább, mert akkor ilyeneket fog kapni. Table finisher és hasonló. És én úgy érzem, hogy mindez nem volt elég. Azért,
Mert meg kell tanulnia, mert nem szeretném azt, hogy jövő héten is elkövesse ugyanezt a hibát, hogy kiáll ellenem esélytelenül és csak a fejbőre bánja. Nem, következmények lesznek. Dír. 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 Tedd le a Sledgehammert, Triple H-nek egy kis tribute. Úgy is van. És Codebreaker. Még egyszer. És utoljára Zack Rydernek. Még egyszer, és utoljára. A main eventen. És, mint az NXT-ről, a main eventről is győztesen távozhatunk. Mert jelenleg mi vagyunk a legfényesebb csillaga a WWE-nek. Köszönöm, hogy megnézitek ezt a videót, igazán nagyra értékelem. Ha nem lájkoltok és nem iratkoztok fel, akkor én iratkoztatlak titeket fel valahova, egy nagyon szép és dicsőséges helyre, Berci listájára felkerültök. Finn Balorra fogunk egy kicsit raninelni, ugyanis az előző részben láthattátok, hogy Twitteren nekem írogatott, aztán én gondoltam, hogy inkább szemtől szembe kéne elintézni, de ez sajnos nem sikerült, mert hát mi tagadás megvert. Jó, nyilván én meccs után voltam, meg váratlanul is ért, hogy ő visszaütött, szóval na hát nem az én hibám igazából, de hát na hát most mondjuk úgy, hogy nem én nyertem a backstage brawlt, és hát most én erre szeretnék neki válaszolni. És továbbra is veretlenek vagyunk egyébként, továbbra sem tudott senki sem legyőzni ebben a ebben a szervezetben. De hát azért a backstage brawl az backstage brawl, szóval nem számítom vereségnek, de na, azért nem szabad mellette szó nélkül elmenni. Csináld azt a szánalmas cloudworködet, meg így hajtogasd a zédet, hólódat, vagy mi ez, kis bőrkabátodat. Csak elfelejted, hogy hátul nincsen szemed. DDT a szolid vason, úgy is van. És aztán inverted Frankensteiner a szolid vason, és még egy kicsit megdolgozzuk. Mert ez nem elég. Ez nem elég. Értitek? Gyere. És egy, ezt nem tudom, hogy hívják, de valamilyen szuplex. Ennyi elég is volt, kicsit pixeles lett a hajunk, de ez nem változtat azon a tényen, hogy a következő videóban a NXT Takeover-en fogunk szerepelni, és ugyan még nem láttam, de hogyha engem nem Finn Balor ellen írnak ki, akkor bemegyek Vince McMahonhoz, és kérdőre vonom. Minden esetre köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a részt, igazán nagyra értékelem. Tudjátok, hogy mit kell tenni, hogyha nem szeretnétek például Zack Ryder a negyedik sor harmadik embere mellett, és a előző meccs bírója mellett szerepelni a listán, akkor iratkozzatok fel, lájkoljatok, írjátok le kommentben, hogy tetszette, mondjuk a lájk az arra való, hogy kinyilvánítsátok, hogy tetszett, de többször is jó hallani. Az NXT Takeover Brooklyning pedig gaming is fun. Done. Go! És sziasztok!